Balla Jenő számára, ha közeledik a karácsony, az egyet jelent a jótékonykodással. Számos kapcsolata révén sok adományozó ajándékait gyűjti össze, amiből csomagokat készít és rengeteg helyre juttatja el azokat. A hagyomány idén sem szakadt meg, a képviselő ezúttal is vödrökbe gyűjtötte a hasznos dolgokat és adta át rászoruló embereknek. Az igazat megmondva, én nagyon sok civil egyesületnek vagyok az elnöke, és ezt kb. 20 éve csinálom. Akkor nem voltam képviselő, előtte is nagyon fontos volt számomra azoknak az embereknek a megadományozása, vagy adományok gyűjtése, akik hátrányos helyzetben vannak. Én most is láthattuk azt, hogy nagyon örülnek az ajándéknak, és ebből kifolyólag én minden évben ezt az akciómat megszervezem, összeszerezem azokat a szponzorokat, akiknek segítségével ezt így létre tudjuk hozni. Ebben az évben közel 100 darab ilyen kis vödröt tudunk elajándékozni, és nagyon örülök, hogy igazán egy kis örömet tudunk csalni az embereknek a szívében. A képviselő elmondta, célja a nélkülözők megsegítésén túl az, hogy mások figyelmét is felhívja a jótékonykodásra. Balla Jenő szerint ugyanis minél többen segítik a sajnos még Győrben is számos rászorulót, annál több embernek lesz valóban áldott, békés és szeretettel teli a karácsonya.